Az önkielégítést lehet túlzásba vinni? Természetesen a munkát, a sportot, az alkoholizmust, mindent túlzásba lehet vinni. Hogy kinek mi a sok, és kinek mi a túlzás, az persze egyéni. Van, aki úgy érzi, hogy ha hetente egyszer önkielégít, az is sok, és van, aki úgy érzi, hogy ha naponta háromszor, az sem elég. Tehát minden túlzásba lehet vinni, de hát hogy hol a határ, az az egyén döntése. Olvastam olyat, hogy egy férfi belehalt abba, hogy egy nap 49-szer végzett önkielégítést. És ebbe bele lehet, tehát hogy van egy ilyen felső határ? Bármilyen túlterhelésbe be lehet halni. Tehát, hogyha az ember mászik a Himalájára, abba is be lehet halni. Ezek extrém. Hogyha sokat biciklizik, abba is be lehet halni. Valószínűleg sok önkielégítésbe be lehet halni. Ez extrémitás. És hogyha valakinek nincsenek ilyen igényei, akkor az nem egészséges? De, ez teljesen egészséges. Ez az egész önkielégítés, ez ízlés dolga, szokás dolga. Ki mit szeret. Hogyha valakinek nincs ilyen hiánya, az attól még nem beteg. Egy biztos, hogyha soha nem önkielégít valaki, akkor ez egy picit az a része annak, hogy megismerjük önmagunkat. Tehát ez hozzátartozik a testünk megismerésére, de nem kötelező. Abból lehet baj, hogyha valaki párkapcsolatban maszturbál? Hát az csak jó. Tehát a maszturbáció azért része a mindennapi életünknek, a párkapcsolatainknak. Hát hogyha a párok esetleg maszturbálnak úgy, hogy a másik nincs ott, az én azt gondolom, hogy ezt meg is beszélhetik. De még izgalmasabb, ha úgy maszturbálnak, hogy ott vannak egymás mellett. Ez egy szexuális partnereknél egy közös maszturbáció, az egy nagyon klassz dolog lehet. Tehát egyáltalán nem baj. A maszturbáció különben a nagyon korán elkezdődik, nagyon fiatal korban, sokkal fiatalabb. Szerinted mikor kezdenek maszturbálni a gyerekek? Hány éves korban? 2 és 4 Ez az, ez a válasz. A lányok 2 és 4 éves koruk között. És mit csinálnak? A lábuk közé gyűrnek valamit, ráfekszenek és csúszkálnak rajta. Az önkielégítés miatt lehetek rosszabb vagy jobb az ágyban? Azon a ponton van összefüggés, hogy tudod, hogy neked hogy jó. Tehát neked berögzültek azok a mechanizmusok, amivel jó az orgazmusod. Ettől lehet, hogy tényleg jobb leszel, főleg akkor, hogyha az önkielégítés az a párodnak egy izgalmat okoz, vagy az előjátékban, akkor biztos, hogy jobb leszel. Egy fiúnál is ugyanígy gondolom, hogy van olyan pont, hogy ő tudja, hogy tartsa vissza magát, hogy mi a... Biztos, hogy az önkielégítés az egy fajta fejlődési folyamat. A párkapcsolatok egy részében persze már nem létezik, hisz teljesen átállnak az egymás kielégítésére, de a változatlan azt gondolom, hogy egyáltalán nem elvetendő, és csináljátok, ha van kedvetek. Emlékszem a fiatal koromban, amikor ugye elég hiányos volt az oktatás, akkor bizony már volt önkielégítés, 11-12 éves korom. Nekem nagyon fiatalon meghalt sajnos a papám, és nem volt nagyon kivel ezt megbeszélnem, ezeket a dolgokat. Tehát egymás között beszéltük meg, és hát a haverok, hát mindenki csinálta. Hát nyilvánvaló, megbeszéltük, tudtuk. Egyik nap jön az egyik haverunk hoz egy könyvet, azt mondja, hogy apjától kapta, hogy ezt olvassa el, mert ez tuti, hogy itt ebben az időszakban, és mondta, hogy szerinte nagyon nagy baj van, mert nagyon rosszul fogunk járni. Ez a könyv egy papnak a könyve, aki egy Tiszta férfiúság című könyvet írt. Egy olyan ember foglalkozik a szexualitással, aki deklaráltan nem foglalkozhat ezzel. És rémisztő dolgokat ír ebben a könyvben. Ott a képeket meg tudjátok nézni, csak a rajzok is borzalmasak. A kígyó magá lehúzza a fiatalt, aki önkielégít, a bűnbe esik. Talán még az is benne van, hogy gerincsorvadása lesz annak, aki maszturbál. És én azt gondolom, hogy ez a könyv maga egy szexuális inzultus. Egészséges embereket szorongásra késztetni a természetes vágyaik miatt.
Ez a könyvet 1900-as évek közepén írták, tehát azt a gondolatmenetet közvetítette, de tényleg rémisztő, és még egy pikantériája van a dolognak, hogy az a szülő, aki ezt a könyvet a kezében nyomta ennek a srácnak, az nagyon félt, hogy mi valami csintevést követünk el, és ez a jóval a rendszerváltás ideje előtt volt, és március 15-én mindig óriási balhék voltak, mi voltunk 13 évesek, vagy 14 évesek, és félt, minden család félt, hogy mi majd kimegyünk tüntetni, vagy valamit. Senki, úgyhogy eldöntötték, hogy ide bezárnak minket ennek a családnak a lakásában, nagyszülők majd vigyáznak ránk, és akkor mi ott biztonságban megyünk, és nem lesz semmi gond, mert nem megyünk tüntetni. Akkor ezért kirúgtak az iskolából, hogy te tüntettél, tehát nem olyan egyszerű volt, mint most. És bementünk, ott tettünk, vettünk. Mondta a haverom, hogy a Jugóból szoktak hozni csokoládét a szülei, és a szekrénybe hátha lesz az, akitől a könyvet kapta az apját. Kinyitjuk a szekrényt, kihullik ennyi különböző pornóújság, de legkomolyabbak. Hát azért azt a Kánaánt, amit március 15-ére, azt nem fogom soha elfelejteni. Azt a március 15-ére biztos van, nem felejtem el. Csak hogy milyen érdekes, hogy milyen mély prüdéria van az emberekben, és képes a fia kezébe adni egy maszturbációt ellenző, bűnnek tartó könyvet, miközben ő pornóújságokat tart a szekrényében.